Az Időfonal című kárpátaljai értékeket népszerűsítő darabot mutatta be Ungváron a Beregszászi Színház társulata. A Hrivnák Tünde Pro Urbe díjas divattervező Beregi Szőttes és Nagydobronyi Keresztszemes Hímzéses ruha kollekcióját színpadra vivő előadást Barta József nyitotta meg. Július 21-én tovább fonhatjuk az időfonalat, és rajtunk múlik, hogyan alakítjuk a jövőt Kárpátalján. Vidnyánszky Attila darabja, nagyon különleges, nagyon látványos, és a különlegességen és a látványosságon túl identitásunk megerősítésében is fontos szerepet játszik. Harmonikus kapcsolatot teremt a múltunk eseményei, hősei és a jelen között. Gyökereinkhez nyúlunk vissza, és a gyökereinkből, a múlt gyökereiből erőt meríthetünk a mai nap küzdelmeinek és kihívásainak megvívásában. Olyan időszakot élünk, amikor valóban komoly kihívásoknak vagyunk kitéve, akkor, amikor meg kell küzdenünk azért, hogy itt szülőföldön magyarként meg tudjunk maradni, amikor jogainkat korlátozni próbálkoznak, amikor választások előtt elé nézünk, ahol meg kell mutatni magunkat és azt, hogy nekünk Kárpátalja az első és összetartásunkkal, erőt kell felmutatnunk. A ruha kollekció színpadi előadás formájában történő bemutatásának megálmodója a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület volt. A szervezet évek óta a közösségi értékek megőrzéséért, hagyományaink ápolásáért, a kárpátaljai magyar értékeink megmentéséért munkálkodik. Ez a törekvésük valósult meg a most bemutatott darabban is. A Molnár Eleonórával, a Népfőiskola Egyesület elnökével többször gondolkodtunk ezen, és megbeszéltük, megvitattuk, hogy hogyan lehetne életre kelteni a Beregi Szőttes, a Nagydobronyi Keresztemest hímzést, és Norának jött egy ötlete, hogy jó volna színpadra vinni valahogyan. Bár ilyet még soha senki nem csinál, ez egy műfaj, egy teljesen új műfaj, de mégis megkereste Vidnyánszky Attilát, és a Nemzeti Színház igazgatója igent mondott rá, mint kárpátaljai. Viseletet ma már nem hordanak itt Kárpátalján, a magyarság körében, mégis rengeteg értékünk van, ami ezt illeti, és ezt jó volna valahogy nem elfelejteni. És hát én azt gondolom, hogy megtalálta az útját ez a kollekció, megtalálta az útját a Nagyberegi Szőttes és a Nagydobronyi Hímzés is, és reméljük ez az út hosszú lesz.